Dicsőítsék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim, mai szentmisénket a Hozsonna énekeskönyv 156-os énekének első versszakával kezdjük. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, ezen az első pénteken, december hónap első napján. Az Úr Jézus szent szíve iránti szeretetünk, hűségünk megújításának alkalmán, hiszen minden első pénteken megtisztulva a bűneinktől a hűségről teszünk bizonyságot, hogy az Úr Jézust szeretjük, és mi is alakítjuk szívünket az ő szent szíve szerint. Köszöntelek benneteket itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és köszöntöm az Apostol TV kedves nézőit. A lelki megtisztulásban, a gyóntatószékben Marek Lazarista atya áll a szolgálatunkra, hogy megújíthassuk hűségünket. A szentmisét a várbíró, Buhány, Sperlág és Szabolcsi családok élő és elhunyt tagjaiért mutatjuk be. Nagy szeretettel köszöntjük egy kedves testvérünket, Krisztinát, aki a mai napon ünnepli a 60. születésnapját. Isten éltesse őt szerető családjával együtt sokáig. Most pedig vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Yeah.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, öltöztess minket egyszülött fiad erényeibe, és gyújtsd lángra bennünk az ő szívének szeretetét, hogy képmására alakuljunk, és részesüljünk a megváltás örökké tartó örömében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Dániel próféta így írja le látomását. Az egyik éjjel látomásom volt. Az ég négy szele vihar támasztotta nagy tengeren, a vízből négy egymástól különböző hatalmas vadállat jött elő. Nőstény oroszlán volt az első, amelyiknek sas szárnyai voltak, de láttam, hogy kitépték szárnyait. Fölkelt a földről, lábra állt, és emberi szívet kapott. A második vadállat olyan volt, mint a medve. Félig fölegyenesedett, és a szájában három borda volt. Azt mondták neki, kelj föl hamar, igen sok húst egyél. A harmadik vadállat párducnak tűnt nekem, de rajta négy madárszárny és négy fej volt, és hatalom adatott neki. Az éjszakai látomáson negyedik vadállata rettenetes, csodálatos, igen erős volt. Vasfogakkal falt és rágott, és lábával széttaposta, amit meghagyott. Ez minden előző vadállattól különbözött, 10 szarva volt, jól megfigyeltem a szarvakat. És mi történt? Még egy kis szarv nőtt a többi 10 között. 3 szarva régiekből a földre hult, hogy helyet adjon neki. Majd ezen a kicsi szarvon emberszemek nyíltak ki, és egy száj, amely kevélyen, fennhéjázóan beszélt. Míg ezt figyeltem, trónusokat emeltek, és az ősöreg leült. Ruházata fehér volt, mint a hó, és a fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzóparázsból. Ezernyi ezren szolgáltak neki, és 10000-szer 100000-en hódoltak neki. A bíróság leült, és felnyitották a könyveket. Figyeltem, és láttam, hogy az Isten káromló szavak miatt, amelyeket ez a kis szarv beszélt, a nagy vadállatot megölték, teste elpusztult, tűzbe dobták, hogy elégjen. A hatalmat elvették a többi vadállattól is, és megszabták, hogy meddig élhet az egyik is, meg a másik is. Akkor hirtelen azt láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőjén valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ősöreghez ért, színe elé vezették, és az hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak. Nézzétek a fügefát és a többi fákat.
Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, mikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, az advent küszöbén, az új egyházi év kezdeté előtti napokban a befejezés gondolata kerül előtérbe az ige liturgiában, nem csupán a liturgikus év befejezésére tekintünk, amely holnapi nappal valóban megtörténik és lezárul, hanem az egész világrend számadására irányul a figyelmünk, erről szólnak a liturgikus szövegek, nem csupán a Szentmise olvasmányai, hanem a Szent Zsolozsmának is a szövegei, üzenetei, hiszen ilyenkor például a Zsolozsmának az imaóráiban előkerül a Dies Irae, Dies Illa szekvencia, amit a requiemekben, a gyászmiségben szoktunk énekelni, imádkozni a végső harag napjáról, a számadásról, amikor az ember a saját életét önmaga előtt is igyekszünk számba venni, és az itt érkező, emberfia elé tárni. És ugyanígy olvastuk most a napokban Szent Péter apostol második levelét, amelyben a végső dolgokról esik szó. A Szentmisében pedig Dániel látomását hallhattuk a mai napon, és az Úr Jézus figyelmeztető szavait hallottuk a jelek szerepéről, hogy a végső dolgokra legyünk figyelmesek. Mindig el kell mondanunk a szerető mennyei atyának a bölcsességéről, illetve az ő nevelő szándékáról, hogy semmiképpen nem akar az Úristen bennünket félelemben és rettegésben tartani. De mégis úgy látjuk mi emberek, hogy csak akkor tudunk mélyebben elgondolkodni a dolgokról, a felelősségről, a számadásról, hogyha valami fenyegető, hangvételű üzenetet kapunk. Mert amíg a dolgok rendben mennek, amíg jólétben élünk, amíg béke van, tapasztaljuk ezt az életünkben is, amíg minden a maga útján tud haladni, akkor úgy gondoljuk, hogy nincs tennivalónk. De gondoljunk csak arra, az elmúlt évek tapasztalataira, hogy ha már valami fenyegető jelenség jelenik meg az életünkben, mint a járvány volt egy-két évvel ezelőtt, mely megváltoztatta az életünket, és sokaknak halálveszélyt jelentett is, és okozott is, akkor már másként gondolkodik az ember. Amíg mindenütt béke volt, legalábbis környezetünkben, addig más volt az életünk, mint amióta több helyen is, és így a szomszédunkban is elindult egy hosszú, vége láthatatlan háború. Dániel próféta olyan képeket lát és használ, illetve olyan látomásai vannak, amelyek inkább ilyen rémfilmekbe, horrorfilmekbe illő jelenségek,
szoktak is csinálni ilyen filmeket manapság, melyeknek szereplői ijesztőek, hátborzongató látványt nyújtanak. Slám, a több ezer évvel ezelőtt, a Krisztus előtti 6. században prófétáló Dániel hasonlóképpen mutatja fel a jeleket. És bizonyára abban a korban is szükség volt ilyen figyelmeztető képekre, hogy az ember megdöbbenjen, hogy jó útra térjen. Mert sajnos a mi részünkről, a mi gyengeségünk részéről van ok arra, hogy figyelmeztető jelet kapjunk, ami megmozdít bennünket, ami változást idéz elő az életünkben. Így gondolkodjunk a liturgikus esztendő utolsó napjaiban a számadásra és számadásról. Az Úr Jézus figyelmeztetése történelmi pillanatokhoz is és fordulatokhoz is kapcsolódik, hiszen beszél Jeruzsálem pusztulásáról, és egyúttal a világ végéről is. Jeruzsálem pusztulása bekövetkezett Krisztus után 70-ben, de a világ vége az állandó várakozást kíván az embertől, a hívő emberektől, és megkívánja a készenlétet. Visszatérve Dániel jövendőlésére, azok a vadállatok, amelyek megjelennek a látomásban, az értelmezők szerint különböző hatalmakat, birodalmakat jelképeznek, de ezek mind eltűnnek a történelem süllyesztőjében, hogy így mondjam. De van valami, ami örök, ez pedig nem más, mint a messiási ország. Amikor most a számadásról gondolkodunk, át kell értékelnünk a belső szándékainkat is, felül kell vizsgálnunk, hogy mit miért teszünk, miért akarunk megtérni, miért akarunk jók lenni, és nagyon helyes lenne, ha ki tudnánk mondani, hogy nem a rossztól való, a büntetéstől való félelem miatt, hanem a jó vonzásában, mert vonz bennünket az, aki szeret. Amúgy is a szeretethez kapcsolódik a vonzalom, a rosszak, a taszítással kapcsolatos jelenségek az életünkben, még a szeretet, a jóság az vonz. Így teremtette meg emberi szívünket, a Jóisten és a világot, és így közeledik felénk az Úr. Az ő országa nem múlik el soha. És az ő igéi, amelyek táplálékul szolgálnak nekünk, ugyancsak örök értékűek, most hallottuk, ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el. Az Úr Jézus szerető szívének vonzására kell hagyatkoznunk, hiszen első péntek van a mai napon, és ebben a szeretet vonzásban igyekszünk mindig megújulni és megerősödni, hogy mi az örök és messiási ország boldog szereplői, részesei lehessünk, amely már most elkezdődik, és minden napunkat beragyogja, és minden nap értelmet ad feladatainknak, és vágyat arra, hogy örökké ennek az országnak polgárai legyünk. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszt halála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől. Urunk, te véred kiontásával
szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Kérünk téged, hallgass minket. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk. Árasz szentelkedett minden emberre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is a keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget, add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szereteted és szerető szíved számunkra a kegyelem forrása. Áraszt kegyelmedet azokra a családtagokra, akikre a mai szentmisében emlékezünk, és a 60. születésnapját ünneplő Krisztina testvérünkre. Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet, és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Folytatjuk a 156-os éneket. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára. Istenünk, irgalmas Atyánk, te végtelenül szeretsz minket, ezért kimondhatatlan jóságoddal egyszülött fiadat nekünk ajándékoztad. Add meg, kérünk, hogy vele egyé forva, méltóképpen ajánljuk fel adományunkat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Lemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, s a keresztfán magasba emelve odaadta önmagát értünk.
majd vér és víz ömlött sebb helyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházát élteti. És mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged és vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a várbíró, Buhány, Sperlág és Szabolcsi család elhunyt tagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged
Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Az Úr Jézus szent szívét a 155-ös énekkel fogjuk most dicsérni. Teste és vére. Amen.
Most pedig a lelki áldozásban részesítjük azokat a testvéreinket, ennek lehetőségét kínáljuk azoknak, akik otthonaikban imádkoznak most velünk. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Szereteted szentségében részesültünk, Istenünk, könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk a földön, és egykor dicsőségében is részesedjünk a mennyben. Aki él és uralkodik, mindörökkön, örökké. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus iránti szeretetünket, az ő szívének szeretetét a Szent Mise végén a 154-es ének első és második versszakával fejezzük ki. Most a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, és éppen így az Apostol Televízió és a Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt fogadjátok az Úr Jézus megerősítő áldását. Az Úr legyen veletek! A boldogságos Isten szülő Szűz Mária, Szent József, őrangyalaitok és védőszentjeitek közbenjárására, papi készföltételem által áldjon, őrizzen és oltalmazzon benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és szent Sárbel atya, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj érettünk.